Szanyi Tibor a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy már akkor a reggeli órákban megérkezett Kalocsára, ugyanis elsőként a helyi piacot látogatta meg, ahol fontosnak tartotta, hogy meghallgassa az emberek problémáit, nehézségeit. Kalocsai véleményformálókkal is beszélve azért azt értettem meg, hogy ez a város, ez konkrétan kiürülni látszik az elmúlt időszakban. Elég nagyon jelentős az innen való elvándorlás, és ennek elsődleges oka az, hogy viszonylag kevés a munkahely, a kevés munkahelynek meg az az oka, hogy infrastrukturálisan a város hogyan van pozícionálva. Ezeken a problémákon pedig együttesen kell segíteni az alelnök szerint, aki hozzátette, hogy a megoldáshoz szükség van arra is, hogy megvalósuljon az uniós minimálbér és nyugdíj. Európai minimálbér az nem azt jelenti, hogy a bulgár taxisofőr ugyanannyit keres, mint a luxemburgi taxisofőr, hanem azt jelenti, hogy az adott tagországban az átlag bér 60%-ánál kisebb fizetések nem lehetnek, és ennek a minimálbérnek egy újabb 60%-a pedig az európai minimál nyugdíj. Ez egyébként az utóbbi a magyar léptékeket nézve, ez azt jelenti, hogy a mai 28.800 forinthoz képest bizony 95.000 forintnak kéne lenni Magyarországon a minimális nyugdíjnak. Az MSZP Európa parlamenti képviselője az előbbieken túl beszélt a fiatalok lakásszerzési nehézségeiről, a tervezett Dunahídról, majd a tájékoztató végén beszámolt a nagyszebeni EU csúcs eseményeiről is. Hallatlan nagy örömöm az, hogy az egyetlen specifikus témaként, tehát nem rutin jellegű, hanem rendkívüli témaként azt az ügyet tárgyalták meg, ami az én kezdeményezésemhez kötődik, ez az európai okos falvaknak a dolga, és tulajdonképpen az egész vidékfejlesztést a következő európai pénzügyi ciklusban, tehát a 2021-28 közötti pénzügyi ciklusban dominánsan az okos falvak megközelítésre szeretnék a miniszterek is ráállítani. A beszélgetés végén a politikus külön megköszönte a párt helyi szervezetének, illetve Cserháti Ákosnak a szíves fogadtatást és az új élményeket, mellyel a látogatás alkalmával gazdagodott.